Tevel, Bonyhád, Varasd, Tolna, Pincehely, Szakály, Kisdorog, mindegyik település Tolna megyében található, azonban nem csak ez a közös bennük, mind a hat településen találtak kora újkori pénzhamisításra utaló leleteket. Eddig összesen 50 lelőhelyet fedeztek fel a régészek, melynek 20%-a Tolna megyében található. Ezek közül 4-5 terület II. Mátyás, illetve II. Ferdinánd korára, vagyis a 17. század első 3 évtizedére utal. Ezt a korszakot a Kovács hamisítványok korszakának nevezi a numizmatika tudománya. Ugye a név is utal rá, hogy nem olyan szervezett körülmények között és nem olyan nagy mennyiségben készültek ekkora hamis pénzek, mint a főúri hamisítás korában, hanem több helyen, kisebb mennyiségbe, primitív technikával, sokszor írástudatlan emberek vésték a verőtöveket, ennek megfelelően a köriratok is zavarosak, értelmetlenek, sokszor csak betű imitációk, utánzatok láthatók. Itt láthatók ezek a vörös réz lapkák, amelyekről teljesen lekopott már az ezüst, de itt látható például egy olyan, ahol nyomokban még felfedezhető az ezüstözésnek a nyoma. A hamisítás rézlemezekre történt, kivésték, majd vékony ezüst réteggel fették be, tehát rézanyagot hoztak forgalomba ezüst utánzatként. Mindig eldugott területeken voltak a pénzverdék, hogy ne derüljön fény a tiltott tevékenységre. A régész elmondása szerint azért lehetett ennyire elterjedt a hamisítás, mert akkoriban kevés volt az írni, olvasni tudó ember. A lényeg az az volt, hogy az érem mérete és úgy szemre nagyjából a kinézete egyezzen, tehát ha a címer és a Madonna rajta volt, és nem világított ki a vörös színű réz az ezüst füst alól, akkor ez keveseknek szúrt szemet. Nyilván egy idő után azért lekopott ez a vékony ezüst borítás, és akkor el is dobták, ezért is lehet olyan sokat találni máig. Kárnémet András azt mondja, szinte kivétel nélkül mindig magyar dénár utánzatokat találtak, annak ellenére, hogy a területek török hódoltság alatt álltak, mégsem a török pénzt hamisították. Ennek oka feltehetően az úgynevezett kettős adóztatás volt, vagyis az elmenekült magyar nemesi birtokosok a hódoltsági területekről is beszedték az adót, többek között őket próbálták a hamis pénzzel kifizetni.